Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják március 24-én pénteken. Nézzük mai híreinket röviden. Szeptemberben folytatódik a becsületsértési per Veszprémben. Amerika nap volt a Brodyban. Illemtan vetélkedő, amiből tanulni is lehetett. Tavasz köszöntő dallal, öltögetéssel. Himnusz minden időben. Még lehet nevezni a Nagy László vers és prózamondó versenyre. Szeptemberben folytatódik az a bírósági eljárás, amelyben Schwarz Béla ajkai polgármester pótmagánvádlóként szeretné elérni, hogy Ravasz Tibort, aki a helyi önkormányzatban a Fidesz frakció vezetője, bírósági ítéletben marasztalják el korábban elhangzott vádaskodásaiért. A legutóbbi fordulóra a hét elején a Veszprémi járásbíróságon került sor. Ravasz Tibor vádlott mindenek előtt zárt tárgyalást kér dr. Bihari Viktória tanácsvezető bírótól, de kérését a bírónő elutasította. Az eljárás alapvetően rágalmazás miatt folyik. A pótmagánvádas eljárást már több bírósági tárgyalás előzte meg. A jelenlegi fordulóban folytatódott az a procedúra, amelyben Ravasz Tibornak bizonyítania kellett volna állítása igazát. Többek között azt, hogy a polgármester miközben hivatali gépkocsit vett igénybe, saját autójába tankolt. Ezen utóbbi állítást, amit ő maga is képtelenségnek tartott, Ravasz visszavonta, azzal egészítve ki, hogy ezt Lass Gábor, a jobboldali demokrata újságírója találta ki. Az állítólagos dupla költségtérítés tényét sem sikerült a vádlottnak bizonyítania, mivel az országgyűlés hivatala a bíróság rendelkezésére bocsátotta az ennek ellentmondó bizonylatokat. Ravasz Tibor arra hivatkozott, hogy dr. Jáger László címzetes főjegyző nem engedélyezte a polgármester részére a hivatali gépjármű igénybevételét, akkor, amikor mint országgyűlési képviselő utazott Budapestre. A bírónő elrendelte Ravasz Tibor és a főjegyző szembesítését, ami során Jáger László úgy nyilatkozott, hogy Ravasz állítása hazugság, a gépkocsi igénybevételét ő engedélyezte térítési díj megfizetése mellett, aminek a polgármester eleget is tett. A tárgyalás sorozat szeptember elején újabb tanúk meghallgatásával folytatódik. Amerika napot tartottak az Ajkai Bródy Imre gimnáziumban szerdán. A program megszervezésére az országban összesen 5 intézmény nyert lehetőséget, így a Bródy gimnázium számára különleges jelentőséggel bírt ez a nap. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a budapesti amerikai nagykövetség munkatársai is. A gimnázium az Álmaidban Amerika visszainteget című pályázat elnyerésével kapott lehetőséget az egésznapos rendezvénysorozat megszervezésére, amit az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki köznevelési intézmények számára. A program keretében a diákok és a pedagógusok betekintést nyerhettek a Budapesti Nagykövetség munkájába, tájékozódhattak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, és kreatív módon szerezhettek még több információt az Egyesült Államokról és annak kultúrájáról. A rendezvényen többek között megjelentek a Budapesti Amerikai Nagykövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Veszprémi Amerikai Kuckó munkatársai. Városunkat dr. Horváth József alpolgármester képviselte. A meghívottak köszöntése után egy amerikai stílusú táncházzal kezdődött a program. Ezt követően a szabadidőközpontba vonultak át a résztvevők, ahol elsőként Mihályfi László igazgató foglalta össze a rendezvény célját. Minden tanuló egy másik világnyelv tanulásán kívül éveken át foglalkozik az angol nyelv elsajátításával, ezért különösen fontos számunkra, hogy középiskolai tanulmányaik alatt megszerettessük velük az idegen nyelveket, és minél több lehetőséget kapjanak az élő nyelven való találkozásra is. A külföldi tanulmányutak mellett kiváló alkalmat nyújt erre a mai program, melynek során megismerkedhetnek a nagykövetség tevékenységével, munkatársaival, kérdéseket tehetnek fel a jelenlévő diplomatának, képet kaphatnak továbbtanulási lehetőségeikről az Egyesült Államokban. Ezt követően az iskolában rendezendő workshopok során sokrétű megközelítésben találkozhatnak az Amerikai Egyesült Államok kultúrájával. A programhoz kapcsolódóan Nahal Kazemi, a Budapesti Amerikai Nagykövetség munkatársa tartott előadást az Álmok földjéről a VMK színház termében. Az előadás után a vendégek meglátogatták a Városi Könyvtár amerikai kuckóját. A tanulók a pedagógusokkal együtt vettek részt egy 13 helyszínes műhelymunkában,
amelynek keretében feldolgozták többek között az Egyesült Államok földrajzát, történelmét, kultúráját, sportját és gasztronómiáját is. Délután a rendezvény résztvevői kilátogattak a Városligetbe, ahol kinyitották az 1991. június 30-án a szovjet csapatok kivonulása alkalmából elhelyezett időkapszulát. Az időkapszula kinyitásánál Nagy Zoltánné, a gimnázium egykori igazgatóhelyettese angol tanára mondott beszédet, és felléptek az Ajkai Zeneiskola növendékei. A program lezárásaként a résztvevők egy 26 évvel ezelőtt készült videó üzenetet tekintettek meg a gimnázium százas géptermében. Ajka középiskolásai közül a Bródis gimnazisták járnak élen az illemtudásban, derült ki a kedden megrendezett illemtanvetélkedőn. A verseny első és második helyezését ugyanis a Bródy Imre gimnáziumból érkezett csapatok szerezték meg. A tudnélik, hogy mit illik vetélkedőim máron 9.-10. alkalommal kerül megrendezésre. Mindig vita van belőle, hogy mikor kezdtük és hogy hanyadik év valójában. Idén is a kemény mag itt van legalább 15 csapat. A város minden iskolája képviselteti magát, ki több, ki kevesebb emberrel. Az idei feladatok elsősorban a generációk közti különbségre fókuszálnak. Mindenki tapasztalta már azt, hogy milyen az, amikor egy idősebb és egy fiatalabb valamiben nem ért egyet. Idén is erről lesz szó. A VMK aulájában megrendezett vetélkedőn 15-3 tagú csapat versengett. Minden ajkai középiskola képviseltette magát. A csapatok egy általános műveltségen alapuló totóval kezdtek, majd egyes szokások eredetét kellett kitalálniuk, amelyek között a késcsók vagy a feltartott középső ujj, illetve a másik hátának meglapogatása is szerepelt. Mint kiderült, ez utóbbi gesztussal eredetileg azt ellenőrizték, hogy van-e fegyver a másiknál, tehát a napjainkra barátságossá szelidőlt mozdulat kezdetben inkább bizalmatlanságot fejezett ki. A nemzetközileg ismert sértés pedig a 100 éves háború egyik csatájára utal, ahol az angol íjászok közel 20 000 franciát öltek meg lényegében a középső ujjukkal, ugyanis ez a testrész nélkülözhetetlen az íjak kilövéséhez. Késcsókkal korábban nem a nőket köszöntötték, hanem a vallási és politikai feljebb valókat, ezzel fejezve ki az alá és fölé rendeltségi viszonyt. A pápa esetében ez a szokás máig él. A harmadik feladatban a generációs problémákat járták körül a versenyzők. Végül a modern idők kifejezéseihez, szlengjéhez készítettek szótárt a szülőknek a fiatalok. A versenyt a Bródy Imre gimnázium diákjai nyerték meg, méghozzá duplán, ugyanis az első és a második helyet is begyűjtötték. Harmadikként a Fekete István Vörös Marti Mihály általános iskola és gimnázium csapata végzett. A Padrakuti Művelődési Ház tavasz köszöntő rendezvényre várta az érdeklődőket március 18-án szombaton. A rendezvény egyben a Padrakuti Öltögetők Folktechnikai Klub kiállításának megnyitója és a Jubiláte női kar hangversenye volt, de a műsorban sok más fellépő is közreműködött. A megjelenteket Puskás Károly, a településrész önkormányzati képviselője köszöntötte. Mindenki figyelmébe ajánlotta a Padrakuti Öltögetők folktechnikai kiállítását, ami káprázatos színvilágával igazi tavaszi hangulatot teremtett. A program a Jubiláta női kar hangversenyével kezdődött. A megzenésített versek, az összeállított dalok is mind-mind a természet megújulásáról, szépségéről szóltak. Ezt követően a helyi általános iskola diákjai, Horga Ramona, Szimeister Blanka és Kaszás Erika verssel köszöntötték a közönséget és a várva várt tavaszt. Pozsonyi Csenge, a Fekete Vörös Marti általános iskola és gimnázium tanulója, hegedű játékával színesítette tovább a délutánt.
Igazi csemegének számított a helyi kötődésű énekes Farkas András összeállítása. A Zeneakadémia végzős hallgatója már többször bizonyította, hogy a településrész méltán büszke lehet rá. Csodálatos hangjával ezúttal is elbűvölte a közönséget. Kiállítás Szabó Aladárné, az Öltögető Klub vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében röviden ismertette a klub és a kiállított munkák történetét, így megtudhattuk, hogy nem csak foltvarrással, hanem horgolással, kosárfonással, kötéssel is foglalkoznak a tagok. Az alkotások között pedig van olyan, amely internetes kihívásra készült 365 nap alatt. Az érdeklődőket végül tombola sorsolás várta, így a szerencsések nem csak a helyszínen csodálhatták meg az alkotásokat, hanem haza is vihettek egy-egy a klub tagjai által elkészített darabot. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány idén is megrendezi a Nagy László vers és prózamondó találkozót. Április 8-án 10 órától szombaton lesz az első forduló, a döntő pedig vasárnap 9 órakor kezdődik a Szabadidőközpont színház termében. A vers és prózamondó találkozó egyben megmérettetés is Nagy László költészetének kedvelői számára. A versenyre még várják a nevezőket. Jelentkezni egy Nagy László verssel, prózával vagy műfordítással és egy szabadon választott magyar mű megjelölésével lehet. A jelentkezési határidő március 31-e. A rendezvényről részletes tájékoztatás kérhető a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpontban, telefonon és e-mailben. A találkozó első napjának délutánján az Iszkázi Nagy László Emlékház műsorral várja a rendezvény résztvevőit és közönségét. Idén Szvorák Katalin népdalénekes, Csörsz Rumen István előadó művész és Buda Ferenc költő lesz a találkozó vendége. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. A Teke Szuperligában a Kristály a Vasasszonyfa csapatát látja vendégül szombaton 14 órakor. A megyei első osztályú bajnokságban szereplő Ajka Kristály az Ugodot fogadja szombaton 14 órakor, az ifjúságiak 12 órakor kezdenek. A megyei kézilabda bajnokságban az Ajkaiak az Alsóösöt fogadják szombaton 18 órakor. Az FC Ajka a Videóton 2. számú csapatát fogadja vasárnap 16 órakor, az U15-ös és az U14-es csapat szombaton 10 órakor látja vendégül a Sárvárt. Bodybuilder szemináriumnak ad otthont Ajkán a Városi Sportcentrum március 25-én 14 és 17 óra között. A vendég Kati Béla és Salamondia lesz. Az érdeklődők egyedülálló Arnold Classic élménybeszámoló részesei lehetnek. A programon bárki fotózkodhat a két sztár vendéggel. Az Urkuti Csillagászati Klub március 25-én szombaton túrát szervez a Macskalikhoz és a Lugos tető lévő Molnár Gábor kilátóhoz. Visszafelé az Ördögárokhoz is ellátogatnak. A túrázók délelőtt 9 órakor indulnak az Urkuti gyógyszertár előtti parkolóból. A visszaérkezés délután 14 óra 30 perc és 15 óra közé tehető. A túra teljes hossza 16 kilométer. Eső esetén a túrát április 2-án vasárnapra halasztják. Idén az evezéssel egybekötött környezetvédelmi napot március 26-ára szervezik. A nap folyamán a VMK gyermek és ifi csoport vízi kormányos képzése keretébe evezés gyakorlással egybekötött környezetvédelmi napot tartanak, ahol lehetőség lesz a kajak és kenu evezés kipróbálására. Közben a tó és környékének takarítása zajlik.
A szervező Ozorai Sándor. Március 29-én szerdán 16 órakor alkotófoglalkozás lesz felnőtteknek a húsvéti készülődés jegyében a Művelődési Központ klubtermében. Március 30-án csütörtökön 14 óra 30-kor a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes a Szerencsekrajcár című mesejátékával várja a gyermekeket a Művelődési Központ színház termében. Március 31-én pénteken 19 órakor mutatja be a Bánfalvi Stúdió az Elvis Oltár Miami című bérleten kívüli színházi előadását a Művelődési Központ színház termében. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket is! Szombaton eleinte ritkán lehet majd látni a napot, a nap folyamán azonban egyre csökken a felhőzet. Számottevő csapadék kialakulása nem várható, élénk lesz az észak-keleti szél, 13-19 fokra számíthatunk. Vasárnap erősen felhős borult lesz az ég, szorványosan valószínű eső, zápor. Az észak-keleti szél élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9-15 fok között alakul. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket! Műsorainkat az interneten is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Viszontlátásra!